Köszöntöm a Szombathely Ma nézőit. Mai adásunkban elsőként, kiváló, ugyanakkor, ha megengedik, azt mondom, hogy jó ízű eredményekről fognak majd hallani. Azt követően egy érdekes jubileumra kalauzoljuk el önöket, ugyanis 25 éves a Szökős Néptánc Együttes. Aztán beszélgetünk majd arról is, hogy a szimfonikus zenekar újabb támogatást kapott itt Szombathelyen. Végül pedig hallanak arról is, hogy a Nyugat-Pannon járműipari és mehatronikai központ mi célból jött létre, s mi mindent tesz majd a térség érdekében. Köszöntöm itt a stúdióban vendégeimet. Engedjék meg, hogy egy kicsit puskázzak, mert sokan vagyunk most a stúdióban. Kovácsné Kalmár Katalin, szakmai felkészítő pedagógus ül itt velünk, aki ugye az élelmiszeripari és földmérési szakközépiskola képviseletében érkezett, ugyancsak onnan érkezett igazgatóhelyettes úr is, Orbán István. Köszöntöm itt a lányokat is, ha megengeditek, hogy tegeződjünk. Méghozzá Vilovec Bernadettet és Német Hajnalkát üdvözölhetjük itt a stúdióban, és ugye látják, hogy micsoda gyönyörű díjat hoztak el ide a stúdióba a diákok, hát erről is lesz szó, mert hogy ez a díj nem az egyetlen díj. Azért beszélgetünk, mert rendkívül szép eredményeket értek el az utóbbi időben. Elmondaná nekem pontosan, hogy mi mindenben sikerült maguk mögé utasítani a többi iskolát? Hát ugye itt két versenyről kell szót ejtenünk. Az egyik a szakiskolai tanulóknak az országos szakmai tanulmányi verseny, ami Gyulán volt. A másik pedig az országos szakmai tanulmányi verseny, amely Budapesten volt. Az egyik szakiskolai, másik szakközépiskolai tanulók részére szervezték, és hát mind a két versenyen nagyon szép eredményeket produkáltak tanulóink, mind a két versenyen elhoztuk a Deszkátén elhoztuk az első három helyet, az OSZ-én pedig az első kettő helyet. Hát tényleg letarolták a mezőnyt. Én egyébként ezt hallottam, hogy önök mindig nagyon szép eredményekkel szoktak ezekről a versenyekről ugye visszaérkezni, de hogy ez az idei, ez azért tényleg még ezek között is különlegesnek számít, nem? Igen. Igen, az országos szakmai tanulmányi verseny, tehát a technikus tanulóink évek, visszagondolok a korábbi évekre, szinte minden évben komoly eredményeket értek el, tavaly még talán ennél is szebb volt a siker, de a szakiskolai tanulóink azért ennyire szépen nem szoktak szerepelni. Ott voltak mindig az elején, de hogy ennyire a spiccen, tehát az első három helyet elhozzák, remélem volt példa, de szerintem más iskolában sem volt ilyen, hogy első három helyet egy iskola hozzon, ez tényleg egy egyedülálló eredmény. Na de hát itt van velünk, akitől most meg fogjuk tudni, hogy minek köszönhető ez a siker. Hogyan készülnek ilyenkor a versenyekre? Hát egy néhány előzményt szeretnék megemlíteni, tehát az OST az országos szakma kiváló tanulója versenyen, tehát az első fordulón nagyon sok diák indult országos szinten, mind mezőgazdasági téren, mind az élelmiszeripari szakmacsoportban. Az első forduló egy vízválasztó volt számukra, mert ha az 51%-ot nem érték el, akkor nem juthattak tovább a második fordulóra. A második fordulóra 177-en jutottak be, és ebből összesen 29 élelmiszeripari, vagy elnézést, sütőcukrászipari technikus került, és nagyon kellemes számunkra, hogy az iskolánkat 9-en is képviselték, tehát ebből a főből. Hogyan készíti föl ilyenkor a gyerekeket? Hogyan készülnek plusz, ugye gondolom, az egyéb más teendők mellett erre a megmérettetésre, vagy hát az ilyen megmérettetésekre? Igen, hát egy kicsikét más a technikusokkal és más a szakiskolai versenyzőkkel kapcsolatos felkészítés. A technikusoknál főként az elmélet dominál, vagyis kizárólag az elmélet dominál, tehát nagyon sok írásbeli tesztjellegű feladatsort oldottak meg műveletek és folyamatokból. Folyamatos volt a felkészítés, nagyon sok otthoni házi feladatot kaptak, és otthoni a tanulással telt az idő. A szakiskolásoknál viszont, mivel gyakorlati felkészítés is volt, tehát komplexebb volt teljes mértékben.
Hát akkor azért a leginkább érintetteket is hadd kérdezgessem egy kicsit. Milyen volt a verseny? Mennyire izgultatok? Első volt ez, vagy már ugye volt hasonló élmény? Mesélj egy kicsit Bernadett. Hadd mondjuk el egyébként a nézőknek, hogy Bernadett lesz a leginkább Hajnalka magyar hangja is, vagy hát legalábbis megpróbáljuk. Ugyanis mi volt némi csapatbiztatás előzőn? Hát a közösségi szellem mindenek előtt. Bernadett, mesélj akkor egy kicsit a versenyről. Hát az első fordulóban szerintem egy picit nehéz volt a feladatsor, de nem számítottam volna rá, hogy sikerülni fog, és hogy egyáltalán hogy bejutok, de a második fordulóban nagyon éreztem, hogy jól teljesítettem a szóbelin, és hát meg lett az eredménye. Mi volt a legnehezebb neked ebben? Hát a legnehezebb egy picit talán az élelmiszeripari törvények és jogszabályok a megtanulása, és hát ugye a szóbeli megnyilvánulás szerintem. Uh-huh. Azért ez jó gyakorlat ilyenkor. És mi mindennel foglalkoztatok még? Mert ugye elsoroltad nekem korábban, hogy milyen témák voltak, ebből csak egy volt ugye az élelmiszeripari törvények. Mi volt még? Az első fordulóban ugye az írásbelin először írtuk a szakmai számításokat, és másodszor pedig az élelmiszeripari műveletek és folyamatok számolásokat és elméletet. És a második fordulón pedig Budapesten a szóbelin szakmai technológiából élelmiszeripari. Ja, ugye most vissza kell idézni ezt a sok mindent. Igen, az élelmiszeripari törvények és jogszabályokból, valamint gazdasági, gazdasági ismeretekből történt ugye a szóbeli. Elméletről beszélgettünk eddig, de ugye volt, aki gyakorlatban mutatta meg az erejét. Miket készítettél? Mi volt ez? Mert ugye én nem csak kiváló eredményeket, hanem finomakat is ígértem a nézőknek. Igen, készítettünk péksekből leveles termékek voltak feladva. Ez nem volt más, mint kakaós csiga, mákos búr és croissant, töltetlen croissant. Melyik a kedvenced? Inkább a kakaós csiga, de ha lehetett volna választani, akkor inkább dúsított terméket választok. Dúsított terméket, ez annyira gyönyörű, de most nekem meg a nézőknek mondd el, hogy ez mit jelent. Töltött sütemény, mondjuk? Igen, tehát lehet töltött sütemény, itt igazából tojások dúsítottra vannak, a briósok, kalácsok, tehát most itt a versenyen igazából elég nagy megmérettetés volt a leveles tészta. Cukrászatból szafári torta, rigójancsi és egy saját választású díszmunkát kellett készítenünk, ahol ismételten nagy türelem kellett leginkább. És erős is volt a mezőny? Nagyon, nagyon erős volt. 29 ember indult, és hát elég erős volt. Főleg érezted? Gondoltad, hogy sikerülni fog? Tehát mi, megmondom őszintén, úgy indultok, hogy legalább a 72%-ot elérjük, tehát nem helyezésre mentünk, csak hogy meglegyen a vizsga. Mi azt se bántuk volna, hogyha a legutolsó helyen végzünk, csak legyen meg. Ehhez képest ugye elhozták az első díjakat. Hát kedves pedagógus vendégek, én azt gondolom, hogy itt nagy tudású, de igen szerény diákokkal üldögélünk most együtt. Mit jelent az iskolának, mit jelent egyáltalán a képzésnek, az intézménynek, hogyha egy ilyen versenyen azért egy ennyire komoly elismerést kivív magának a későbbiekre nézve? Hát ugye az iskola számára mindenképpen egy, nem csak a diákok számára, az iskola számára is egy megmérettetés, hiszen a képzésnek a színvonalát valahol azért ez nem éri, tehát a diákok azért egymás között, vagy akár az ország hasonló képzési iskolái tanulói között, hogy egyáltalán milyen az ő képzettségi színvonaluk. Illetőleg azért egy iskola számára nagyon fontos, hát azért tudjuk azt, hogy ebben a szakmában, mondjuk Nyíregyházán, Szegeden, Debrecenben, vagy éppen Budapesten milyen a képzésnek a színvonala, hiszen a tanulóink mérjük össze tudásukat, de amögött azért komoly tanári munka van, komoly szakmai munka van, és hát én úgy gondolom, hogy ezek a szép eredmények mögött azért óriási munka van mind a tanulók részéről, de a tanárok részéről is. Le a kalappal is gratulálok mindannyiuknak. Ezúton mi is ezt tesszük, gratulálunk mindenkinek. Azért azt árulják még el, hogy mire készültek a következő időszakban. Van-e valami újabb nagy versenykilátásban?
Hát ugye szeretnénk jövőre is, tehát ezeken a versenyeken részt venni, és tovább folytatni ezeket az eredményeket. És van egyéb verseny is, tehát a csapótáni emlék verseny, ahol szintén harmadik helyezést értünk el, tehát próbáljuk ezeket a versenyeket a továbbiakban is ilyen színvonalon teljesíteni. Azért nagyon büszke most, ugye? Igen. Ez természetes. Mert olyan visszafogottan nyilatkozik ön is, és hát tényleg a lányok is annyira kis szerényen. Mert nem hiszük el az eredményeket. Tehát szerintem mint máig az, hogy a Pécukrász szakmakiválaton olyan versenyen, hogy tehát mind a négyen felszabadultak, tehát szinte hihetetlen. Tehát én amióta az iskolában tanítok, már pedig ez már 28 év lesz, tehát ilyen még nem volt, úgyhogy ez... És talán az elhelyezkedés is könnyebb lesz már, ugye? Egy-két ilyen versennyel, meg eredménnyel a zsebben. Reméljük. Hiszünk benne. Hát akkor hiszünk benne. Igen, parancsolja. Én csak azt hozzá, hogy jó ez a szakma, amit választottak a tanulók, mert valóban úgy van, hogy már a vizsgán szinte vállalkozókat meghívunk a szakmai vizsgájukra, és már nagyon sok állás ajánlat már ott megkötetik, tehát igazából elhelyezkedési gondjuk egyáltalán nincs. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én további eredményeket kívánok úgy a pedagógusoknak, mint a diákoknak. Neked meg gyógyulást mindenféleképpen. Köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönöm, hogy eljöttek. Köszönöm. És ahogy ígértem, most pedig a Szökős Néptánc Együttes 25. jubileumáról számolunk be röviden. Huszonöt év hamar eltelt, mint egy pillanat. Mintha csak most lett volna, hogy Kőszegen az 1987-88-as tanévben Besenyő Tibor és Gerlec László megalakította a táncegyüttest, amely aztán, hasonlóan az Ungareszkához, néhány év elteltével Szombathelyre költözött. Előbb a HEMO-ban, később a Berzsenyi Dániel Főiskolán, a mai Szavárjai Egyetemi Központban leltek állandó otthonra, idézte fel a kezdeteket Gaspari Gábor együttes vezető az MMIK-ban rendezett gálán. Amatőr művészet együtteseket azt szoktam mondani, hogy azért élnek meg ennyi évet, mert nem profik, és a szív tartja össze. Tehát pont az a közösségi lét, az az együvé tartozás, ez én is itt táncoltam, ez egy olyan erős kötelék, amely 25 év után is első szóra ide pattintja az embereket. Ez egy befogadó együttes, ezért nem az, hogy mi diktálunk. Például vannak olyan koreográfiáink, aminek nem koreográfus stílusban, hanem azt írkod, hogy a Szökős. Tehát mindenki hozzátett, mindenki pozitív meglátásaival. Tehát gyakorlatilag rengeteg olyan számunk van, amit a közösség rakott össze. Pont ez is az amatőrségből fakad, de az amatőr ez most jó szándéka, vagy jó szájízen mondva, mert azt gondoljuk, hogy sikerült egy olyan magas színvonalra tennünk a mércét, amiből 25 éve nem engedünk. A Szökős ma is amatőr státuszban van, ami abból is adódik, hogy a tagok folyamatosan cserélődnek. Mivel amatőr művészeti együttes vagyunk, és a főiskola, vagy most már az Egyetemi Központ Néptánc Együttese, sajnos nekünk a folyamatos megújulás az mindennapos dolog, hiszen jönnek az egyetemi hallgatók, itt vannak 3-4-5 évet és elmennek, úgyhogy mi folyamatos megújulásban profik vagyunk, ha szabad ezt mondani. De nagyon jó első érzés az, hogy 25 év elteltével is első szóra az első generációs táncosok is mind-mind jöttek, és nem csak a táncosok, akik alapítása óta az együttest vagy az együttes környékén vannak, hanem azok a táncosoknak a gyerekei is itt vannak, és ez a jubileum ez pontosan arra ad egy ilyen alkalmat, hogy bemutatkozik a Szökős család gyakorlatilag. A Szökős Néptánc Együttes nem csak idehaza lépett fel rangos versenyeken, fesztiválokon, hanem külföldi meghívásoknak is eleget tettek, megismertetve Európa országait a magyar folklór gazdagságával. Magas színvonalú munkájukat számos hazai és nemzetközi díjjal ismerték el. A tagoknak nagyon sok élmény fűződik a Szökősben eltöltött évekhez. Én 1997-ben gimnazista koromban kezdtem el táncolni, és egészen amíg föl nem vettek az egyetemre, 2001-ig voltam az együttes tagja. Mindig nagyon jó szívvel gondolok vissza azokra az időkre, mert ebben az együttesben olyan volt táncolni, hogy az embernek sosem kellett izgulnia, hogy kinézi azt, hogy mikor lép félre, hanem mindenki azt nézte, hogy biztosan jó lépe, hogy nem kell segíteni neki. Az egyetemen kezdtem el néptáncolni a Tóni bácsinál, néptáncok irányt végeztem, és amikor annak vége lett, akkor szerettem volna folytatni a néptáncot, és így csatlakoztam az egyetemi táncegyüttesbe, vagy akkor még főiskolai táncegyüttesbe, a Szökősbe. A barátságok nem koptak meg a hosszú évek alatt sem. Reméljük, hogy a következő 25 évben sem fognak, az újabb jubileumi gáláig.
Vendégemmel már együtt néztük félszemmel a rendezkedés közepette az iménti bejátszást. Köszöntöm itt a stúdióban Mérei Tamást, a Szavária Szimfonikus Zenekar igazgatóját. Örömhírrel érkezett hozzánk, mert hogy újabb állami támogatást kaptak. Én nekem két rövid kérdésem lenne mindjárt. Mennyit és miért? Hát természetesen, mert nagyszerűek vagyunk. A viccet félretében az a szerencsés helyzet... De ez nem vicc egyébként szerintem, de köszönöm. Igen. Az a szerencsés helyzet állt elő valóban, és ilyen szempontból azt gondolom túlzás nélkül említhetjük történelmének ezt a jelen helyzetet, hogy az előművészeti törvény hatája alá eső kereten kívül tavaly, amikor először ez a plusz forrás megnyílt, azt gondoltuk, hogy egy egyszeri alkalomról volt szó, most már másodszor, ráadásul miniszter úr, aki bejelentette az egész hírt, már hosszabb távra irányuló kijelentéseket is tett. Tehát az előművészeti törvény hatája alá eső kereten kívül egy plusz keret került szétosztásra, kifejezetten a szimfonikus zenekarok között. És ahogy Valók Zoltán miniszter úr a bejelentéskori sajtótájékoztatóján fogalmazott, ennek a keretnek az a célja, hogy Magyarország a 21. században is zenei nagyhatalom tudjon maradni. Na ez az a mondat, ami számomra leginkább megnyugtató, hiszen a 21. század 2013-ban nem ér véget, tehát akkor nyilván úgy gondoljuk, hogy ez folyamatosan majd aztán beépül a rendszeres támogatások közé. Hogy érzékeltessem ennek a nagyságát és az örömünknek a mértékét, korábbi években úgy átlagosan 90-100 millió forint között állami támogatást kapott a Szavária Szimfonikus Zenekar a létéhez. Ez egyéb iránt tavaly 87 millió forint volt egész konkrétan. Ez tehát az a keret, amely kb. 1 milliárd forint és a Magyarországi Szimfonikus Zenekarok között osztják el. Hála Isten, ebben is olyan mutatókat sikerült elérnünk, mindig az előző évet veszik alapul, hogy az idén a 87 helyett 97 millió forintnál ült már ez a keret is. És emellé jött most egy olyan 55 millió forintos támogatás, amelyet minden nemzeti besorolású szimfonikus zenekar megkapott az országban, hatan vagyunk egyébként, nem sokan, és ezzel együtt tehát összesen 152 millió forint állami központi támogatásban részesül az együttes. Na ezért mondom a történelmit, mert soha megközelítőleg ennyi, állami szerepvállalást nem kapott az együttes. Hát én azt gondolom, hogy igazából ez valóban örömhír, nyilván, de azt gondolom, hogy van helye ennek. Tudják majd mire használni. Hogy néz ki egyébként most a költségvetés? Tehát mi mindenre, hogyan tudják ezeket majd szépen beosztogatni, elosztogatni? Alapvetően három lába van a mi költségvetésünknek, az egyik a helyi, fenntartói, önkormányzati támogatás, a másik a központi költségvetésből származó, és a harmadik a saját bevétel. Mindhárom rendkívül jelentős, értelemszerűen évről évre változnak a konkrét összegek, az idén 140 millió forintot áldoz ránk Szombathely városa, ehhez jön a 152 millió forintos korábban említett központi költségvetési támogatás. Hogy mennyi lesz a saját bevétel, azt konkrétan természetesen így áprilisban az ember még nem tudja, tavaly évet tudom alapul venni, tavaly 179 millió forint volt, úgyhogy ez a három nagy tétel, amiből összeáll a költségvetésünk. Azt egyéb iránt, hogy majd mire fordíthatjuk, azt végérvényesen most csak a reményeim szintjén tudom megfogalmazni, ugyanis ez nyilván önkormányzati kérdés, a költségvetés módosítás témaköre, amelyet egy párbeszéd után, de majd a fenntartónk fog eldönteni. Én azt viszont remélem, hogy ahogy a Kulturális Bizottság a legutóbbi ülésén egyhangulag állást foglalt, a tekintetben, hogy a hangszerparkunk megújítását ők is jogosnak gondolják, részben természetesen, 15 millió forintos összeget ebből a keretből áldozhatunk majd erre a célra. Az az igazság, hogy egy szimfonikus zenekar hangszereit tekintve a vonosokon kívüli fúvós, ütős és hasonló hangszerek, ennek van egy műszaki élettartamunk, bármennyire is szomorú ezt kimondani egy hangszer esetében, egy műszaki élettartam, mégis az igazság. És sajnos a jelenleg reményei szerint beszerzésre kerülő két hangszer esetében, ami a timpani, tehát a dobok, illetőleg a trombiták, több évtizedes lemaradásban van az együttes. Tehát használhatatlanná váltak a gyakorlatilag a hangszerek, muszáj ezeket pótolni. Az lenne az ideális, ha minden évben erre egy meghatározott keret rendelkezésre állna. Értelemszerűleg az elmúlt évek és a különös tekintettel a gazdasági világválságra ezt nem tették lehetővé. Mikor vásároltak utoljára? Esetében 2000-ben. 2000-ben, és akkor a zongorát, a Facioli zongorát, ami egy fantasztikus dolog, óriási érték. Ám ezeket a fent említett hangszereket mindenképpen az idén szükséges lenne pótolni.
Remélem, hogy sikerülni is fog. Mi mindenre tudnak, mi mindenre kell még áldozni, hogyan kell megtervezni, amikor éppen nem a művészeti részével foglalkozik az együttesnek. Ez egyébként rendkívül izgalmas egy ilyen úgynevezett költségvetési intézmény, mint a Szavária Szimfonikus Zenekar. Financiális tervezése az 53 egymással paralel futó soron történik. Ennyi költségvetési sor van, ez egyébként nagyon hasonlít egy partitúrára. Nem tudom, hogy a kedves nézők mennyire tudják, hogy egy karmester előtt fekvő kottát hívjuk ugye partitúrának, és ott legfelül szerepel az első hegedű, második hegedű, vonós hangszerek, és így tovább, fafúvósok, részfúvósok, ütő, és így tovább. Ez így egy oszlopszerűen, és az ember ezt olvassa párhuzamosan. Most pont ugyanilyen egyébként lehet, hogy azért nem esett nehezemre ezt a metódust így hát befogadni. Akkor az adóbevallást is dalolva tölti ki szerintem. Egyszerre kell átlátni, 53-at, tehát azért van olyan Wagner műemben 53 szólamban, de mondjuk a mostani Donizettin, ez nem jellemző, ami szerelmi vájitalt éppen próbál a zenekar. Tehát ez így áll össze. Nyilván vannak olyan sorok, amelyre sajnos nulla összekerül, vagy szerepel, de nem is feltétlenül szükséges. Ez ilyen egységesített rendszer. Tehát a minden intézmény jellegéből fakadóan van, amire nálunk értelmezhetetlen feladat. A két nagy köre egyébként a személyi kiadások és a dologi kiadások, mint mindenütt. Úgyhogy amit én még bízom, amiben bízom, Bartók terem 1974-ben került átadásra. A parketta az 1974-es. Azóta nyilvánvalóan többször fölcsiszolták és szépen megújították, legutoljára 2007-ben. Most aki jár a Bartók teremben, az különösen az erkéről láthatja, hogy megérett a helyzet a kicserélésére. Sőt, van egy toldalék része a színpadnak, ami még nem is ellátott parkettával. Egy szó, mint száz, hogy én abban is bízom, hogy e tekintetben is jóváhagyást tudunk kapni az önkormányzattól, hogy egy egységes szép parkettázást kapjon mondjuk terem. De mondhatnék egy még banálisabbat, ha szabad, nagyon röviden, hogy a Bartók teremben egy iskolai csengő hang szól, ami hívja be a közönséget, hogy koncertre. De tényleg, ez egy iskolai csengő. És közben 2013 lett, és amúgy az ember bárhova elmegy a világon, ott egy gyönyörű szép szignál van, egyébként egy hang mondja el, hogy köszöntjük a közönséget, esetleg németül is, meg hogy a mobiltelefont lesznek kedvesek kikapcsolni, és hasonlók. Ez nálunk mind nincs. Hát nyilván ez egy nagyon nagy összeg, hogy ezt megtegyük, de eddig nem is álmodhattunk róla, most viszont kézzelfogható közelségbe került a megvalósítás reménye. Nem is álmodni kell most már akkor, hanem ez sikerülhet. Azért most szakadjunk el egy picit a földtől. Az utóbbi időszakban nagyon sokat tettek azért, hogy a zenekar minél több embert tudjon még jobban megfogni. Gondolok itt arra, hogy azért rendhagyó módokon is próbálják megközelíteni egy kicsit azokat, akik esetleg nem járnak még annyit a koncertekre, mint amennyi jó volna. Például ugye most legutóbb volt a Radics Gigivel a közös koncert. Hogyan sikerült, milyen volt a viszony? Én azt gondolom, hogy maximálisan jól. Tehát ez a típusú műfaj az, ami talán legegyszerűbben és legérthetőbben egy hozzászólás a zenekarunk lapján tette meg egy hölgy. Azt mondta, hogy a 10 éves kislányával és a 62 éves édesanyjával együtt nagyon jól szórakoztak minden percben. Na most ez az a széles spektrum, amit azért nagyon nehéz egyszerre az igényét kielégíteni. Ezt szolgálja egy ilyen Radics Gigi koncert. Azért merész vállalkozás volt, hiszen a sportházba 1260-an férnek be, de visszatekintve pótszék sorokat kellett betenni, és bizony ott is ültek. És talán a mind látvány, mind hangzásában, és mind élményszerűségében, legalábbis a hozzánk visszaérkező információk alapján ezt mindenképpen rendkívül sikeres produkciónak tekintetjük, ami értelemszerűleg emiatt aztán folytatásra kényszerül majd. Tehát veszi ezt a közönség, szívesen fogadja. Esetleg már azon is gondolkoztak, hogy miféle újabb különlegességgel lephetik meg a közönséget? Vagy ez még a titok kategóriájába esik, nem? Mindig 2-3 lépésen kell járni, ez az igazság. Úgyhogy a Radics Gigi Symphonic Live volt a koncert neve, és ez a Symphonic Live rész lenne az állandó, és elé kerülne mindig az aktuális fellépő vagy fellépők, akikkel a műsort megvalósítjuk. A következő valószínűleg azon híres szombathelyi együttesek lesznek, akik teljesen más célcsoporttal rendelkeznek, és 2-3 számot játszanánk velük együtt. Tehát például egy Lord mellett, ha azt mondjuk, hogy ocsó-macsó, akkor érezzük, hogy ez teljesen más. De hát mondjuk 3-4-5 ilyen együttesre gondoltunk,
az is lehet, hogy ez a koncert szabadtéren lesz, illetve a terveink között konkrétan ez szerepel a főtéren, és egy igaz ilyen örömzenélés, hogy legyünk mi szombathelyek büszkék mondjuk a zenei téren mindenképpen arra, hogy milyen széles a skála, színes a paletta, és mennyiféle... Hát és hogy milyen ember. Egységes szint is lehet keverni ebből sokféle színből. Hát kívánom, hogy legyen legalább olyan sikeres, vagy akár még sikeresebb, mint a koncert volt, amit egyébként most ugye itt a nézőnk láthattak is egy kicsikét, néhány kép erejéig. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzá. További eredményeket kívánok. Köszönöm szépen. Nézőinknek pedig ugye adás elején azt ígértem, hogy hallanak ma még a Nyugat-Pannoni Járműipari és Mehatronikai Központ létrejöttéről, céljairól. Következzen akkor most egy rövid összefoglaló erről. Másfél éves előkészítő munkát követően március 22-én alakult meg a Nyugat-Pannon Járműipari és Mehatronikai Központ Non-Profit Kft. A gyáriparosok tagsága sokat vár a projekttársaság tevékenységétől. Alapvetően az infrastruktúra fejlesztésre és a szakképzés, felnőtt képzés, felsőfokú műszaki képzés témaköreire szeretnénk koncentrálni, és ezektől várunk komoly nagy eredményeket. A világ járműiparában nagyfokú átrendeződés zajlik. Azok lesznek a nyertesek, akik alkalmazkodni tudnak az új körülményekhez, és kapacitásaikat a leghatékonyabban használják ki, fogalmazott az Opel igazgatója. Solt Tamás szerint fontos, hogy a régió azonos ágazataihoz tartozó cégei közösen lépjenek fel. Azon kezdtünk el dolgozni, hogy hozzunk létre itt ebben a nyugati térségben, Vas megyében, Zala megyében egy olyan grémiumot, egy olyan társulást, amely megfelelő módon fog lobbizni és képviselni a térség érdekeit a kormányzat felé, ami tulajdonképpen abban csúcsosodott ki, hogy a tavalyi év végén decemberben ez a Nyugat-Pannon Járműipari és Mehatronikai Központ kiemelt státuszt kapott. Legfőbb feladataik az elkövetkezendő 7-10 évben a humán erőforrás fejlesztése, a kutatásfejlesztés elősegítése, a kis és közepes vállalkozások helyzetbehozása és az infrastruktúra továbbépítése. Első lépésként a már letelepült vállalatok igényeit szeretnék kiszolgálni. Szombathelyen több multicég bővíteni készül kapacitását. A Jabil 10.000 négyzetméteres csarnokot épít, az ellukált területet vásárolt a várostól, hogy ott fejlesztési központot hozzon létre, de a Delfinél is bővítést terveznek, és az EPCOS is új telephelyre költözne. Újabb vendéget köszönhetünk itt a stúdióban. Örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat Szijjártó Zsolt ügyvezető, aki a Nyugat-Pannon Járműipari és Mehatronikai Központ Szolgáltató Non-Profit Kft. Képviseletében érkezett. Nára ugyan legalább egyszer ki kellett nekem ezt mondanom végig. Nagyon szép, hosszú nevet kapott ez a nem is olyan régen létrejött központ. Engedje meg, hogy én azt kérdezzem először, hogy ennek a központnak voltak éppen igazából mi a jelentősége? Miért fontos az itt a térségben, hogy egy ilyen jellegű intézmény felálljon, működjön? Először is köszönöm szépen a meghívást a műsorban. És válaszolva a kérdésére, azzal kezdeném, hogy egy térség hosszú távon és fenntartható módon vonzó és versenyképes akar maradni, annak a gazdaságát mindenképpen növelni szükséges. A térségben található három város, Szombathely, Zalaegerszeg és Szentgotthárd ezt felismerte. Ugyanis ne felejtsük el, hogy minden növekedés alapját elsősorban a vállalatok adják. Tehát a vállalatok azok, akik elsősorban iparőzési adót fizetnek, ebből az iparőzési adóból tudnak a városok aztán nagyon sok városi szolgáltatást működtetni, illetve különböző városi fejlesztéseket megvalósítani. Ez volt tulajdonképpen a legfontosabb felismerése ennek a három önkormányzatnak, és fogott össze annak érdekében, hogy a térség gazdaságát dinamizálják. Kik fogtak össze tulajdonképpen, mert ugye ez nem pusztán csak az önkormányzatok? Ez így van. A induláskor a három város volt, a három város önkormányzata volt a jelentkező, de ez természetesen kiegészült a gazdasági szféra szereplőivel is, így aztán a munkákba közvetlenül bekapcsolódtak a térség nagyvállalatai, kis és közepes méretű vállalkozásai, nem utolsó sorban a megyei kamarák, a megyei gyáriparosok országos szövetsége,
és hát a térségben meghatározó szerepet betöltő felsőoktatási intézmény a Nyugat-Magyarországi Egyetem. Gondolom, hogy örömmel hallották a hívószót. Természetesen. A munkában, ami a tavalyi évnek a közepén kezdődött el, először is megfogalmaztuk ennek a térségnek a stratégiáját, és azonosítottuk azokat a fejlesztési fókuszterületeket, amelynek a megvalósítása során ezeket a stratégiai célokat el tudjuk érni. Ebben a munkában mindannyian részt vettünk, beleértve az említett szervezeteket, intézményeket, vállalkozásokat is, és ennek az eredményeként tulajdonképpen Szentgotthárdon 2012. júniusában tartottunk egy konferenciát, ahol a nyilvánosság elé léptünk ezzel a térségi iparfejlesztési programmal. A stratégia alappilléreiről hadd kérdezzem egy kicsit, illetve arról, hogy igazából ez valójában milyen direkt hatással lesz a gazdaságra, illetve az oktatásra is, hiszen ugye nem titkolt céljuk ez is. Ez a stratégia 4 fő pillére épül. Az egyik alappillére az a humán erőforrás fejlesztése, foglalkoztatásnak a fejlesztése. Amikor iparfejlesztésről, gazdaságfejlesztésről beszélünk, annak az egyik alapága, alappillére az a humán erőforrás. Tehát bármit szeretnék csinálni, kapacitást szeretnék bővíteni a térségben, tehát az itt működő vállalkozásoknak bővíteni szeretnék a termelésüket, vagy új befektetők jelennének meg új beruházásokkal, hát ezek működtetéséhez megfelelő minőségű és mennyiségű szakemberekre van igény. Tehát ez alapvetően egy kulcs és alap eleme ennek az iparfejlesztési stratégiának, és olyan típusú projekteket indítottunk el, amelyeknek a segítségével valóban fenntartható módon tudjuk biztosítani a térségben azokat a szükséges mennyiségű és megfelelő képzettségű szakembereket, itt elsősorban szakmunkásokra és technikusokra gondolok, akik a gazdaság számára szükségesek. A második kiemelkedő pillére ennek a programnak az elsősorban a felsőoktatáshoz, kutatásfejlesztés és innovációhoz kapcsolódik. Ugyanis elengedhetetlen egy iparfejlesztéshez az, hogy ha azt szeretnénk, hogy a vállalkozások hosszú távon itt maradjanak, oda kutatásfejlesztési tevékenységet kell vinni. Ugye ez azt jelenti, hogy a vállalkozások nem csak termelnek, hanem itt különböző technológia, illetve termékfejlesztéseket is végeznek el, ami azt jelenti leegyszerűsítve, hogy ha itt kifejlesztettem a terméket, akkor nagy valószínűséggel itt helyben fogom legyártani is, ami azt eredményezi, hogy nyilván többletkapacitás, bővítés, ipartelepítés, foglalkoztatás növelést eredményez a térség számára. És hát nem mellékes azért az sem, hogy az innováció, illetve annak támogatása most talán 2013-ban még nagyobb előnyt élvez, mint eddig élvezhetett. Ez kétségtelen, ugye az Európai Unió 2020-as programjában is ez szerepel, és benne van. Ugyanígy a kormányzat a Nemzeti Innovációs Stratégiában ezeket a legfontosabb pontokat deklarálta. Többek között azt is, hogy mondjuk 30 kutatásfejlesztési központ létesüljön az országban. Hát terveink szerint ebben a térségben, most ugye itt a Nyugat-Pannon térségéről beszélünk, legalább egy ilyen kutatófejlesztő központot szeretnénk létrehozni, illetve hát fejleszteni. Mikor? Hát ugye azért ezek nem... Nem egyik nem napról azon, a másikra. Így van. Nyilvánvalóan. Nem egyik napról a másikra. Ennek a térségben azért azt gondolom, hogy vannak alapjai, csírái, itt a Nyugat-Magyarországi Egyetemnek, most itt ugye alapvetően a termeléssel összefüggő alapkutatás, illetve alkalmazott kutatásról beszélünk. Ennek a csírái, ezek megtalálhatók Zalaegerszegén, illetve Szombathelyen is. Hát nem utolsó sorban, a vállalatoknál is ez megtalálható, hogy az LOK bejelentette, hogy 150 főse tervezi bővíteni a fejlesztési bázisát. Ehhez a megfelelő infrastruktúrát a Szombathely városától már meg is vásárolta. Hát ehhez meg mérnökök, fejlesztő mérnökök kellenek, amelyet megint csak azt gondolom, hogy az egyetemnek hosszú távon a megfelelő utánpótlást biztosítani kell. Nyilván az indulásnál valahonnét ezt a fajta szükségletet meg kell tudni majd oldani.
De hogy folytassuk az előző kérdésre, így van a gondolatod. A harmadik fő pillére ennek a programnak azok a beszállítók és a kis-középvállalkozásoknak a fejlesztésére irányul, ami megint csak természetes. Tehát ugye arról beszélünk itt, hogy a térségben meghatározó szerepet töltenek be azért a nemzetközi vállalatoknak az itt működő egységei, és viszonylag nagyon alacsony szintű a magyar beszállító arány ezekben a vállalkozásokban. Mi a programunkban azt a célt tűztük ki, tehát egy olyan hálózatot szeretnénk itt a térségben fejleszteni, ahol elsősorban azt nézzük meg, hogy a térségben működő kis-közepes vállalkozások milyen módon tudnak hozzá kapcsolódni ezekhez a multinacionális nemzetközi cégeknek a termeléséhez. Tehát első körben itt a térségben szeretnénk a piaci lehetőségeket kiaknázni, így a hálózati együttműködésben, és ha már itt nem találunk, tehát kinőttük és ez így betelt, akkor második lépcsőben természetesen a külföldi kapcsolati rendszereken keresztül, elsősorban a bajor, baden-württembergi, osztrák klaszterekkel való együttműködésben szeretnénk ezeket a piaci bővülési lehetőségeket biztosítani itt a térség kis- és középvállalkozásainak. Erre vonatkozólag konkrét beszállító fejlesztési programot szeretnénk elindítani. Egyébként ezt a kormányzat a saját maga is zászlóját tűztetett olyan szinten, hogy ez központi eleme lesz a következő 7 éves programnak, a beszállító fejlesztési program. Ezt egyébként a Orbán miniszterelnök úr megerősítette a héten Kecskeméten, amikor a Knorr-Bremse Zénél alapkőletételen vett részt. Ehhez mi azt kell, hogy mondjam, hogy a mi programunk teljes mértékben találkozik, és ezzel összhangban van. A negyedik fő pillér, csak befejezve a gondolatot, az pedig a térség infrastruktúra és városfejlesztési szolgáltatójához kapcsolódik. Hát nem beszélhetünk, azt gondolom, megint csak egy fenntartható versenyképes gazdasági növekedésről vagy iparfejlesztésről, megfelelő infrastruktúrális ellátottság nélkül. A stratégia tervezése során megállapodott a térség tulajdonképpen összes résztvevője abban, az említett alapítók és résztvevők is, hogy melyek azok a legfontosabb vonalas fejlesztési elemek, itt közút és vasút fejlesztésre gondolok, amelyet a következő 2020-ig tartó ciklusban szeretnénk megvalósítani, és ez nagyon fontos dolog. Tehát, hogy most végre van egy közös akarat, egy közös szándék, hogy melyek legyenek ezek a fejlesztések, mert eddig nem nagyon ez jellemezte a térséget, hanem sokkal inkább az, hogy egy kicsit inkább mindenki a maga igazát szerette volna megvalósítani. Most itt ebben megvalósult ez a fajta térségi összefogás, és azt gondolom, hogy ez viszont ez a térségi maximumra, maximalizálásra törekvő haszonszerzés, ez mindenki számára a legtöbbet fogja hozni a közeli jövőben. Nyilván hát itt a Hende miniszter úr is bejelentette, hogy melyek ezek, amelyeket elsősorban megvalósulnak, ugye M86-os, az M8-as Szentgotthártól körment reményeink szerint Vasvárig terjedő szakasza. Aztán elők szeretnénk készíteni nyilván azért az észak-déli irányban az M9-est is ez alatt az időszak alatt, legalább tervek szintjén. A vasútfejlesztésben ott elsősorban a vasútnak a modernizációja, köszönöm szépen, itt a villamosításra gondolnék elsősorban. Itt ugye Csorna-Szombathely, illetve Szombathely Zalaegerszeg irányában, mert ez jelentős mértékben felgyorsítja mind a munkaerő, mind pedig az áruk, javaknak a mobilitását, mert a mobilitás ebből a szempontból megint csak kulcsfontosságú az, hogy a térségben 30 perc alatt mindenhova el lehessen jutni, főleg, hogyha mondjuk munkavállaló vagyok, akkor ez ilyen szempontból már egy attraktív lehetőség, ha a térségben élek. Tehát ez a négy legfontosabb pillére a programnak. Köszönöm, hogy elmondta, óriási tervekről hallottunk, amik valóban majd lépésről lépésre valósulhatnak meg. Ehhez én kívánok kellő erőt, kitartást és mindent, amit maguknak kívánnak a munkához. Köszönöm szépen, ezen dolgozunk. Elkezdjük azokat a projekteket elindítani az idén,
amelyek gyorsan megvalósíthatóak. Ezek elsősorban a humán erőforrás fejlesztéshez kapcsolódik, mind a szakképzés, mind a felsőoktatás területén. Másodszorban pedig a beszállítói fejlesztéseket szeretnénk mihamarabb belindítani, és pedig a következő hónapokban pedig az európai fejlesztési tervekhez illeszteni azokat a projekteket, amiket eddig előkészítettünk. Amely projektekről szerintem fogunk még beszélgetni. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm a lehetőséget. Nézőinek köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok, viszontlátásra!